A 7. kerület honlapján még ott van a fényképe, ám egy napja már nem képviselő Borka Szász Tamás. Egy évvel ezelőtt a DK színeiben jutott be az Erzsébet városi képviselőtestületbe, és elnökként vezette a pénzügyekért is felelős bizottságot. Az adott társasházak nagyon örülnek ennek az ingyen pénznek. Mi, aki a közvagyonáért felel, annál kevésbé. Borka Szász Tamás a közpénzek felelős felhasználása mellett érvelt idén februárban, ám éppen a közösségi vagyon megkárosítása miatt kellett lemondani a pénteken. A képviselő úgynevezett bitcoin bányát tartott fenn a hivatalban. A szaknyelvben a folyamatosan üzemelő számítógépeket hívják bányászoknak. Ezek speciális eszközökkel végeznek bankon kívüli pénzügyi kereskedést, úgynevezett kriptovalutával. Ezzel hosszú távon jelentős profitot lehet elérni, de az éjjel-nappal üzemelő számítógépek akár havi több százezres villanyszámlát is képesek produkálni. Ezt a számlát pedig ebben az esetben az önkormányzat fizette, nem tudni mióta. Pénteken nyomozók szállták meg a városházát, és számítógépeket foglaltak le. A rendőrség lopás gyanújával indított eljárást. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak. A nyomozók megjelenése után Borka Szász Tamás azonnal lemondott képviselői mandátumáról, és a DK-ból is kilépett. A kerület DK-s polgármestere azt mondja, megdöbbent. Én nem tudtam erről értelemszerűen semmit, azóta sem beszéltem az illetővel. Én csak annyit tudok mondani, hogy engem ez a dolog, ha hiszi, hanem nagyon mélyen megrázott és lesújtott, mert eszem ágában nem volt arra gondolni, hogy pont az én pártomnak az egyik tagja kezd egy ilyen akcióba. A Fidesz parlamenti képviselője, Erzsébetváros előző alpolgármestere azonban kizártnak tartja, hogy a DK vezetése ne tudott volna erről az ügyről. A DK egy szigorú, hierarchikusan felépülő párt, tehát kizártnak tartom, hogy egy magányos harcos, magányos elkövető lett volna Borka Szász Tamás. Meggyőződésem, hogy erről tudtak a pártbeli felettesei, csak jelezni szeretném, hogy szinte naponta tartotta a kapcsolatot minden Müller Péterrel. Borka Szász Tamás lemondása után időközi választást kell majd tartani Erzsébetvárosban.